Három tavaszi fordulót áthoztak őszre a Szuperligában, így az NTK a tabella első három helyén álló együttes ellenléphet dobóállásba a téli szünetig. Elsőként a harmadik helyezett Répcelak érkezett Nyíregyházára, és a vendégek érvényesítették is a papírformát az újoncot is bevető hazaiak ellen, akik 3281 fáig jutva egy pontot elvettek ellenfelüktől. Rögtön az első sorban a Szlovenszki Tibor új egyéni csúcsot dobott 593 fával, amivel megverte a válogatott Rudolf Balást, azonban csapatpontot nem sikerült hoznia, míg mellette valóban egy újoncot avattunk az Éliás Gábor személyében, aki hosszas kihagyás után, hogy új lemezes pályánk lett, újra kezdte a játékot, és nagy örömünkre szolgált, hogy őt is bevethettük egy próbajátékra, azt lehet mondani egy tehermentes próbajátékra. A középső sorban Szegő Levente viszont jól elkapta a fonalat, főleg a második 60-at sikerült jól gurítania, és nagyon megközelítette ismételten a 600 fás eredményét, csupán 598 lett a vége, de nagyon fontos csapatpontot szerzett, és akkor már láttuk, meg tudtuk, hogy ez a Répcelak hiába nagy erőkkel, de mégsem fog tudni minket lenullázni, úgyhogy már innentől kezdve azt lehet mondani, hogy nyugodtabban lehetett játszani, és a Levente párjaként a Szabó Zsolti, aki hazai pályán még soha nem játszott szuperligás mérkőzést, szintén úgymond újoncként lépett dobóállásba. Ő sajnos több fát kapott az ellenfelétől, de mindenképpen azt lehet mondani, hogy örültünk, hogy ő is játszhatott. És az zárósorban Hakel Dezső, illetve én léptem dobóállásba, nekünk pedig egyáltalán nem adtak esélyt sem a vendégek, és azt lehet mondani, hogy tényleg magabiztosan megérdemelten nyert ez a Répcelaki csapat. A Szuperliga tabelláját 10 forduló után a 100%-os Szeged vezeti a 18 pontos Zalaegerszeg és a 16 pontos Répcelak előtt. A 6 pontos NTK a 7. helyen várja a folytatást. A hétvégén nem rendeznek fordulót a bajnokságban, szombaton viszont a területi szenior egyéni döntőknek ad otthont a Városi Stadion Tekecsarnoka.